Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Átalakítják az épületet. Gyermekszabadidős élményközpont lesz az egykori alispáni lakból. Egyre több a szemét. Nőnek a kupacok a Gyula külterületén található dűlő utak mellett. Enyhülőben a járvány. A pénteken közzétett adatok 56 új fertőzöttet mutattak. Fotókiállítás a Postagalérián. Kenéz Éva képeivel a mulandóságot szerette volna érzékeltetni. Sok programmal készülnek. Idén korlátozásoktól mentesen zajlik majd március 15-e. Gyermek szabadidős élményközpont lesz az egykori alispáni lakból. A Szent Miklós Parkban található újabb gyulai attrakció jelentősen hozzájárulhat a város vonzerejének növekedéséhez. Ez a nap híre. Közel 300 millió forintot nyert a város az egykori alispáni lak felújítására. A projekt tartalmazza az épület és az udvar felújítását, valamint interaktív egységek beszerzését. A pályázatban az építésre mintegy 163 millió forint áll rendelkezésre. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen a grémium döntött a gyermekszabadidős élményközpont megvalósításához közel 62 millió forint pályázaton kívüli forrás biztosításáról. Görgényi Ernő polgármester elmondta, a Szent Miklós Parkban található történelmi épület, az egykori alispáni lak tulajdonjogát sikerült az államtól visszaszerezni az önkormányzat számára. Ezt az épületet a 80-as években a Városi Tanács átadta az államnak, a Műemlékvédelmi Hivatal működött benne sokáig, később egy vállalkozás bérelte, majd üresen állt éveken keresztül, mi pedig több ízben is nekifutottunk annak, hogy visszakérjük az államtól, végül sikerre jártunk. Az állam ingyenesen átruházta önkormányzatunkra ennek a történelmi épületnek a tulajdonjogát. A következő feladat pedig az volt, hogy töltsük meg élettel, funkcióval, hiszen egy épület akkor él, akkor marad meg, hogyha funkció van benne. Ezért elsősorban turisztikai jellegűt kerestünk. Görgényi Ernő hangsúlyozta, Gyula a családbarát turizmus egyik jelentős célpontja. A pályázat célkitűzése az, hogy a jelenleg funkció nélkül álló egykori alispáni lak épületében egy gyermek szabadidős élményközpontot hozzanak létre. A fejlesztés által létrejövő szolgáltatás bővülés hozzájárul a város vonzerejének növekedéséhez, emellett növeli a turisztikai tartózkodási időt, csökkenti a szezonalitást. Adta magát a lehetőség, hogy egy olyan gyermek szabadidős élményközpontot alakítsunk itt ki, amely mind a gyulaiak, a gyulai családok számára, mind pedig a hozzánk látogató családok számára olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyekből hiány van a városban, és amelyre valódi szükség van. Így egyfajta gyermekprogramokat kínáló, akár gyermekmegőrzőként is funkcionáló, családi programokra, születésnapokra igénybe vehető, és nagyon korszerű játékokkal, fejlesztő játékokkal ellátott attrakciót fogunk itt létrehozni. Görgényi Ernő hangsúlyozta, a nyílt közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van, ezt majd a szerződéskötés követi. Várhatóan tavasszal átadják a kivitelezőnek az épületet, és megkezdődhetnek a munkálatok. Egyre több a szemét a Gyula külterületén található dűlő utak mellett. Veres András önkormányzati képviselő azt mondta, a Kígyósi úton található szeméttelep mellett gyakran elmennek az emberek, majd a legközelebbi dűlőre befordulnak, és amíg be tudnak menni az autójukkal, addig mennek, majd lerakják a hulladékot. Itt látható az, hogy János zugban, ezen a csöpnyi szakaszon az itt lakók mennyi szemetet szedtek össze az idén tavasszal. Ez minden évben sajnos ide termelődik. A képeinken látható szemetet a napokban a Gyula János zugban élők szedték össze. Ezen a területen az út mentén eldobott, lerakott hulladékot halmozták egy kupacba. A Lencsés és a Demkó dűlőn is több helyen találkozhatunk oda nem illő tárgyakkal, eszközökkel. Az út mentén többek között kerékpárgumit, szőnyeget és még plüskutyát is lehet találni. Veres András a körzet önkormányzati képviselője hangsúlyozta, Gyula külterületére a lakosság, valamint a vállalkozók meggondolatlanul, felelőtlenül az éjszaka folyamán szállítják ki a szemetet. A Gyula János zugban élő családok évről évre összegyűjtik ezeket, de a valódi megoldást persze nem ez jelenti. Tényleg példaértékű, amit csinálnak minden évben tisztességgel, becsülettel, megláthatják itt a hátam mögött ezt a halom szemetet, összeszedik itt a
a környezetükben lévő utak közelében összeszedik a szemetet, óriási mennyiség évről évre. Megmondom őszintén, abszolút egyetértek velük, nem akarunk a szemétdombon élni, nem akarunk a szemétdombon lakni, de nagyon unjuk, hogy más szemetét szedjük évről évre. Mi is ezt tesszük, én is külterületen én is érintett vagyok, mi is ezt csináljuk évről évre, és egyszerűen nem tudjuk kezelni ezt a dolgot, a más szemetét nekünk kell összeszedni, vagy ha nem, akkor azon járunk, amellett járunk, azon élünk egész nap, egész évben. Veres András kiemelte, a tapasztalatok szerint egyre több a szemét a dűlő utak mellett. A Kígyósi úton található szeméttelep mellett gyakran elmennek az emberek, majd a legközelebbi dűlőre befordulnak, és amíg be tudnak menni az autójukkal, addig mennek, és ott lerakják a hulladékot. Pont ez a szemét, amit ott hagynak, többségében legtöbbször lom, ingyen elhelyezhető, vagy egy minimális összegért elhelyezhető a szeméttelepen. A szeméttelep nyitva van hétfőtől péntekig, szombat délelőtt is még nyitva van. Nem értem, egyszerűen nem értem az embereket, hogy miért teszik ezt. Egyre keményebben fogunk fellépni, hál' Istennek úgy néz ki, hogy az állam is támogatja, a hulladéktörvény egyre szigorodik, és nagyon keményen fel fogunk lépni az ilyen szemetelők ellen. Veres András kiemelte, a dűlőutakon rendezni kell a helyzetet, mert az illegálisan lerakott szemétmennyiség folyamatosan újra termelődik. A képviselő kéri, hogyha látják, hogy valaki szemetet helyez el az utak mentén, akkor azt jelezzék neki, illetve a hatóságoknak. A pénteken közzétett adatok is a járvány enyhülését jelzik. A pénteken közzétett 56 új esettel 53 ezer fölé nőtt a Békés-megyei koronavírus fertőzöttek két éve nyilvántartott száma. Országosan 2068 új fertőzöttet igazoltak, egy nap alatt 50, többségében idős, krónikus beteg hunyt el. 2338 beteget ápolnak kórházban, közülük 109-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6.399.000, közülük 3.827.000-en a harmadik vakcinát is megkapták. Az oltási akció márciusban is folytatódik. Évszakok címmel nyílt fotókiállítás a Posta Galérián. Kenéz Éva képeivel a változást, a múlandóságot szerette volna bemutatni. Kenéz Éva fotós munkáiból nyílt kiállítás a napokban a Gyulai Posta Galérián. Az Évszakok címet viselő tárlaton 20 kép található, melyekről az alkotó elmondta, műveivel a változást szerette volna érzékeltetni. Kenéz Éva két éve kezdett el fényképezni, eleinte hobbiból természetfotókat készített. Ezután egy békéscsabai fotós iskolában kezdett el komolyabban foglalkozni a fényképezéssel. Elkezdtem 5 éve túrázni, és akkor még táblagéppel és telefonnal készítettem a fotókat, aztán majd amikor ezt így, hát akár mondjuk megmutattam valakinek, vagy úgy érdekeltek a részletek, akkor egyrészt biztattak arra, hogy folytassam ezt, tehát hogy komolyabban, illetve engem is kezdett az érdekelni, hogy részletgazdagabb fotókat készítsek el. És akkor elkezdtem keresni először is a lehetőséget, hogy hol lehetne esetleg az alapokat elsajátítani, valamint elsőnek egy kompakt gépet szereztem be. Az alkotó elmondta, volt már kiállítása más városokban, valamint különböző versenyeken is indult. Úgy fogalmazott, számára a fotózás az önkifejezés egyik formája, melyet a kép készítésének pillanata határoz meg. Hasonlóan tudnám kifejezni, mint egy írónak azt, hogy megír egy történetet, vagy mondjuk aki zenét szerez, az pedig dalban adja ugyanezt elő. Én a képeken keresztül igyekszem megmutatni azt, ami a készítés pillanatában számomra ott megjelenik, tehát akár egy történetet, egy hangulatot, egy érzést. És ez ugye mindig más, és ebben az az érdekes, hogyha egy képre mondjuk rátekintek, például mondjuk hónapokkal később, akkor már teljesen mást jelent ugyanaz a felvétel. Az alkotó későbbi tervei között szerepel, hogy tanulmányozza és elmélyítse ismereteit az emberábrázolásban, a szoció, valamint a portréfotózásban. A tárlat március 26-áig látogatható.
Rendhagyó módon emlékeznek március 15-ére a gyulai kiállítóhelyeken. A különböző programok mellett kedden a Kossuth és a Petőfi téren, illetve a Városházán tartanak ünnepséget. Nincs még csúcsforgalom a gyulai kiállítóhelyeken, de a kora tavaszi időszaknak megfelelően a héten is érkeznek látogatók. A következő napokban, vagyis a hosszú hétvégén pedig jóval több vendégre számítanak. Vannak látogatóink már a hétköznapokon is, ami mindenképpen nagyon jó és bizakodásra okot adó. Ami még inkább megerősíteti azt, hogy bizakodók lehetünk, azok a szállásfoglalások, amelyek a hétvégére elég szép számmal érkeztek. Mi magunk is így készülünk egyébként természetesen, a garantált programjaink, amelyek minden szombaton megvalósulnak, azok most sem maradnak el. Ugye a várban a legismertebb az a 11 órakor kezdődő solymáz bemutató, de egyébként az 1566-os ostromot, vagy éppen a középkori hadászatot feldolgozó programunk is van a várban. A vár mellett az Almási kastélyban a szabaduló szobák, vagy a gyertyafényes tárlatvezetés is várja az érdeklődőket. Fábián Tamás hangsúlyozta, igyekeznek nem sablonos módon bemutatni a történelmet, a Stefánia szárnyban például kávéházi hangulattal készülnek. Pozsonyi kiflit fogunk sütni, egykori kávé különlegességet lehet majd megkóstolni, és hát természetesen ott lesz történész kollégám is, aki addig, amíg a pozsonyi kifli sül a kemencében, beszélget, interaktív módon igyekszik információkat, tudást adni a 48-49-es forradalomról és szabadságharcról. Március 15-ét sem felejtjük el természetesen, tehát az ünnep évfordulójának napján is lesz eseményünk, akkor Szilágyi Sándor történész kollégám tart egy előadást a 1848. március 15-e, mint a nemzet egyik legfontosabb, legjelesebb napjának olyan történéseiről, amelyekről a nagy közönség talán nem is tud. A városi március 15-i ünnepséget a hagyomány szerint 9 órakor a Kossuth téren kezdik, a programok 10 órakor a Petőfi téren folytatódnak. Itt Kovács József országgyűlési képviselő mond beszédet. Az ünnepi műsorról a Csíkszeredai Rollzenekar, Besztercei Attila színművész és az Erkel Ferenc vegyes kar gondoskodik. Utána a Városházán ünnepi képviselőtestületi ülésen adják át az idei kitüntetéseket. Az Operaházba viszik Erkel Ferenc aranyból készült babérkoszorúját. Rövid hírek következnek. Csütörtök délelőtt Szappanos Gábor és Cseresznyés János helyezte dobozba azt az 1888-ból származó 50 drága kővel ékesített aranykoszorút, melyet Erkel Ferenc 50 éves karmesteri jubileumára kapott a nemzet ajándékaként. A koszorú mellett egyébként maga a doboz is különleges, mert azt erre az alkalomra készítették, és 150 éves kapcsokkal látták el. A felbecsülhetetlen eszmei értékkel bíró tárgy mellett még két relikviát vittek a Budapesti Operaházba, ahol az újranyitást ünneplik többek között a Gyulai Múzeum tárgyaival. Újra felkerült a térképre a Gyulai Múzeum. Ez a megállapítás talán túlzásnak hangzik, de az biztos, hogy hosszú évek munkájának köszönhetően ismét van neve a szakmában a gyulai gyűjteménynek, amit az is mutat, hogy most az Operaháznak adnak kölcsön értékes műtárgyakat. Az, hogy a gyulai Erkel Ferenc Múzeum más gyűjteményeknek ad kölcsön műtárgyakat, már közel sem számít egyedi jelenségnek. Áprilistól viszont az aranykoszorú valóságos vándorútra kell, hiszen a Magyar Géniusz program keretében 6 vidéki város múzeuma tárhatja látogatói elé. Csütörtök reggel óta hosszú sorok állnak a gyulai benzinkutaknál. A legnagyobb hazai szolgáltató előtt is a Csabai útra értek a várakozók. A Veszélynél található üzemanyagállomásnál pedig az volt olvasható már a délelőtt folyamán, hogy elfogyott az üzemanyag. A MOL közleményében igyekezett nyugtatni a kedélyeket. Azt írták, a megnövekedett fogyasztói igények ellenére ki tudják szolgálni a hazai autósokat, hiszen jelenleg is teljes kapacitással a szokásos mennyiségben állítják elő az üzemanyagot. A vállalat készletei és termelése stabil bázist ad ahhoz, hogy zavartalan legyen az ellátás. Hangsúlyozták, hogy a töltőállomások leterheltségét a korábbihoz közeli szintre kell visszaállítaniuk. Ez a legfontosabb lépés, mivel jelentősen megnőtt a kereslet az üzemanyagok iránt.
Egyrészt a Magyarországon áthaladó tranzitforgalom, másrészt a megnövekedett benzinturizmus miatt. A környező országokban ugyanis 100-150 forinttal magasabb az üzemanyag literenkénti ára, így minden fuvarozó, átutazó, aki teheti, Magyarországon tankol. Egy sportországjárás részeként várja Attila kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke részvételével szervezett sportfórumot a Békés megyei önkormányzat. Az esemény elsősorban a megyei sportszakembereket szólította meg. Zalai Mihály, a Békés megyei önkormányzat elnöke kiemelte. Szerették volna bemutatni azokat a kormányzati törekvéseket, melyek meghatározzák a sportéletet Békés megyében. Kovács József országgyűlési képviselő kiemelte, a hármas számú választókerületben az elmúlt 12 évben 15-ször többet fordítottak sportfejlesztésre, mint az azt megelőző 10 évben. Herceg Tamás, az egyes számú választókerület országgyűlési képviselője elmondta. A Békés Csabai Röplabda Akadémia meghatározó a térség számára. Vári Attila általánosságban értékelte az elmúlt 10-12 év sporteredményeit, a sportágazat fejlődését és további lehetőségeit, Békés megye igényeit. Kiemelte, a gyermekek jövője érdekében járt Békés Csabán. Elhangzott, cél a fiatalok egészséges életmódra nevelése, amely kihat a sportban való nemzetközi megítélésre is. Vári Attila elmondta, a magyar sportban nagy lehetőségek vannak. Az idei vízes világbajnokságot Magyarországon rendezik, amelyhez semmilyen létesítményt nem kell építeni. Ez egyedülálló, hiszen ilyen még nem volt a világbajnokság történetében. A csütörtökön közzétett adatok szerint 58 új esettel 52.997-re nőtt a Békés-megyei koronavírus fertőzöttek két éve nyilvántartott száma. Egy nap alatt országszerte 2.377 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 54, többségében idős krónikus beteg. 2.499 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 117-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma lassan emelkedik. Eddig 6.398.000-en vettek fel legalább egy, 3.824.000-en pedig három vakcinát. Először is kezdjük a családfővel, ő Leopold. Ő ott van, támaszkodik a hegedűjérvel, az ongorára, vagy mi az volt, tehát ilyen a csembaló. A Nagy zenészek, nagy szerelmek, Mozart című előadást láthatták a nézők az elmúlt napokban a Várszínházban. Bősze Ádám zenetörténész magyar nyelven még nem publikált naplójegyzetekből, levelezések segítségével mutatta be a Mozart testvérpár, Nannerl és Wolfgang szerelmi életét, családi helyzetét. Bősze Ádám elmondta, nagyon szeret olyan történeteket mesélni az embereknek, melyek ellazítják, kiszakítják őket a hétköznapokból. A produkciót képi, valamint zenei illusztráció is kiegészítette, mellyel az volt a célja, hogy kötetlen formában közelebb vigye Mozart művészetét a hallgatósághoz. A Várszínház következő produkciója március 17-én egy verses zenés est lesz, Bríger Zsolt és Törőcsik Franciska előadásában. Befejeződött az Alföldvíz integrációja. Lapszemle következik. Lezajlott az Alföldvíz integrációja. Az önkormányzatok és a tulajdonukban álló vízi közműszolgáltatók egy állami integrációs folyamatban vettek részt, írta a Beol. A cég Békés és Csongrád-Csanád megyében 131 településen mintegy 536 ezer fő számára biztosítja a vízi közműszolgáltatást. Kormányablak születik Batonyán. A kormány által biztosított 130 millió forintos beruházás keretében kormányablak létesül a délbékési városban. A kormányhivatal weboldala azt írta, a batonyai kormányablak a határ túloldalán élő magyar állampolgároknak is nagy segítséget jelent az ügyintézésben. Már tojásokon ülnek a rétisasok. A dévaványai ecsegi pusztákon költésbe kezdtek a rétisasok, írta a kmnp.hu. Néhány évtizeddel ezelőtt a Dél-Tiszántúlon még egyáltalán nem költöttek rétisasok. Az első fészket 1984-ben Hódmezővásárhely térségében, a Tisza árterében találták meg a szakemberek. Kárpátaljai családok zöldfáson. Több helyszínen is menedéket biztosít a háború elől menekülő kárpátaljai családok részére a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A promenád24.hu azt írta,
A zöld fáson elszállásolt családokhoz folyamatosan érkeznek az adományok. Hajnalonként erős fagyok várnak ránk a hétvégén. Enyhülésre a jövő hét közepétől számíthatunk. Szombaton is napos, csapadékmentes időre van kilátás. A hőmérséklet mínusz 9 és 5 fok között alakul. Vasárnap is gyakran kisüt a nap, időnként megerősödhet a szél. A hőmérséklet mínusz 8 és 6 fok között alakul majd. Lássuk még egyszer mai híreinket. Átalakítják az épületet. Gyermekszabadidős élményközpont lesz az egykori alispáni lakból. Egyre több a szemét. Nőnek a kupacok a Gyula külterületén található dűlő utak mellett. Enyhülőben a járvány. A pénteken közzétett adatok 56 új fertőzöttet mutattak. Fotókiállítás a Postagalérián. Kenéz Éva képeivel a mulandóságot szerette volna érzékeltetni. Sok programmal készülnek. Idén korlátozásoktól mentesen zajlik majd március 15-e. A híradót látták, most az értékőrző következik. Nézzék híreinket, videóinkat a közösségi médiában és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!